nem tudok mit csinálni. Nem? Nem tudod megvárni, mi? Nagyon szeretném, mert ez is egy jó Uber, ezek meg lassan szeretném a csikó miatt. Ne, az sok lesz. Itt inkább a belső karikán, légy szíves a kedvemért. Előbb kellett volna gondolkodnom, de már jött a brigád. És a Tamár direkt azért is rakom ló mögé, emiatt akar. Jó van, baba. Jó, drágut? Annyi csak, hogy a Tama veled is egy jó erős Uber, ezek meg lassan tudnak menni. Ugye tegnap mentek galoppot, a csikónak meg sok is lenne még a hogy még rátesznek. Kicsit trappa és kettő fél a megbeszéltek szerint. Ügyes legyél. Jó? Én meg várom itt a Tamát és egyből irányítom. Elég, ha itt a kiskörön marasz, Nomcsi. Akár sétálsz, mindegy. Bocsánat, köszönöm. Rögtönöztem, de így látom jobbnak. Igen, ők is trappoltak. De hát egyből mögöttetek. Tehát itt kell, hogy legyenek. Jó, én zavarom őket, jó? Igen, kell rögtönözni. Na, pörögni az agynak. Mint például most a Tamás, na, tudom, minden tudok, de Lomcsi megvár, és ezeket meghajtom. Igen, nekem itt gondolkodni kell minden ló, mit, hogyan. Ugye van egy vezető ló, azt berakszod akármiket, ugyanazt nem. Nem mindig, azt sem mondom, hogy sűrűn van így váltva, de most ezt szeretném. De jönnek raport vezetésével. Lomcsi megvár, és akkor a Tama oda zárkózik Egon csődörhöz, és ők meg tudnak egy kényelmeset menni. Csikót nem akarom basztatni. Ugye ezek megmentek gyorsan. Viszont a Tamának meg kéne már. Na, az Egon csődör melója pont aránylag jó lesz, úgyhogy. Na, ez van. Rögtönözni kell itt. Nem hagyod azt. Majd akkor majd hétfő. Nem, nincs hétfő. Nincs. Illetve lesz. Majd. Most van, ami van. Na. Nagyon örültem. Itt volt János és Áron. Ugye a YouTube-ról ismerjük így egymást, és most meglátogattak minket. Megmondom neked, megtiszteltetés volt ez az egyik. Kettő, aranyosak nagyon. Kisfiú is, még lovagol is, ügyes is. Végrépáztuk, megnéztük lovakat. Gyertek! Ivet, bementek a pályába, és másfél kör lassú kentre. Nincs Uber, jó? Alkalmazkodni kell a csikóz, meg azért tegnap mentek ők. Júlcsika, te jössz velem, csatlakozol a Nomcsihoz. Jó? Most rögtönöztem, kitaláltam. Gyere, ott a Nomcsi vár téged. Tehát semmi baj, ne ijedj meg. És jöttök egy jó Ubert, és hajtsd őt. Ti szépen mentek be, én a Júlcsival elmegyek, a Nomcsival csatlakozunk. Másfél kört szépen. Tessék! Mert mit csinál? Bakozik. Friss, mert ló mögött van, ezt mondom. Aha, arra figyelj oda. Igen, de hála Istennek, elől meg nem megy egy lépés, hát valamit ki kell találnom. És ezért is találtam ilyen rögtönzéssel ezt ki, de jó tettem. Jó van, babám. Az is jó. Nyúbé is jó. Ó, Zolikám, le a kalappa. A kötőfékeket kell majd, hogy szépen beállnak itt. Jó? Jó, köszönöm. Na, gyere be, Júlcsi, ide. Itt jössz velem. Aranyos nem fog balhézni ő. Tessék! Mentek másfél kör jó Ubert majd. Nem, ti menjetek arra. Bocsánat, csak én rögtönöztem is. Nem. Mögöttük. Nem kell, oda lenne es. Induljatok, és csak egy galocsasz! Raport, penge, nyúbély, és itt előttem Tama, és ott van trappolj oda a Nomcsihoz, menj oda hozzá, és trappoljatok még egy kört ott. Úgy-úgy. Anya, még trappoljatok ott egy kört, hogy ne zavarjuk meg ezeket. Bekevertem, de tudom, hogy miért. Mindig tudom. Hallod, azt mondja, ló mögött bakozik, meg ilyesmi a Tama. Lenes, de menjen most már, mert azért ez nem állapot. Hát én lefutom. Na, ki fog?
Mit fog? Na mit fog? Ki fog cserélődni, na? Ló mögött. Hát valamit csináljunk már. Tényleg, ez ütni kell verni elől egy galocsaszra. Na. Jó, aranyos, meg szeretjük, ember. Majdnem leharapta a kezem egy darab hús, ki is szedett belőle. Valamelyik, mondom, kiviszem repetába, olyan aranyoska. Jaj, sütött a napocska, mennyi drága. Aha, szépen sétálok kifelé. Sutty! Garbó, vastag téri geki. Még rajtam, és úgyis egy darab húsi ki lett a karomból szedve. De azért szeretem őt, csak mondom. Hibi van a túloldalt, tudja a dolgát, itt vannak ezekben, meg itt ezek. Tehát ott van New Bay penge raport. Fatime már sétál otthon, Dankussal. Ugye így jött ki. És itt meg Egon Csődör és Tama érkezik. Igen, most attól kell félni a legbirkábbról, hogy ne essen majd a jó csasz, hogy bakozott. Ennyit számít, hogy ló mögött megy, ha ügyes legyen. Hopp, vigye fel a feje! Ég és föld aló, te! Über meg legyen! Kap föl, ráncs bele az anyja szentit ilyenkor! Soha nem szok, és nem maradj el! Ügyessen ülj, Julcsa, nehogy lesz! És nézd meg, ló, elől megy, hallod? Hát egy zsákot rárakná, hallod, és megállna egy 5 órát. Én is lovagoltam, mert akkor képzelted milyen. Ló mögött, az a kicserét, na majd várjál csak. Persze, hát ki kell találni, azért van az ember, azért gondolkodik, hogy valamit haladjon is előre. Ez nem állapot tényleg. Nem, hát nem hinném, hogy ennyit tudna menni. Hát, figyelj, egyértelmű. És mondják, hogy csiga lassú. Na most a csiga, amelyik egy kicsit olyan sportosabb, biztos leverte volna, ha úgy fejfejt elindítom őket. A csiga leveri. Na még ők jöjjenek itt, ugye, penge itt múltkor itt is vengolt, behoztam megint a nagy pályára, nem a kicsi, mert ott mennek élénken, ne zabarjuk a brigádot, hát remélem, hogy Zoli szépen körbe jön vele. Direkt nem mondtam, hogy élénk tempó, alapok azért meglegyenek valahogy, bedobtuk a mélyvízbe. Remélem, hogy mindenki ügyes lesz itt öten, meg ott a lányom a 6., meg bent a Dankus a 7., meg majd jön a másik lányom 8., ma reggel volt 2 lotra. Egyelőre jön a brigád, itt fengolt ki a... Teljesen a végéig! Igen, ennek egyenes végéig! Nagyon ügyi vagy, Zolikám! Te is, jó, de szépen mész, Lilike! Tehát New Bay, penge, igen, ott figyelj rá, New Bay, penge és raport. Jó, be fog állni, majd rájön, hogy mit szeretnénk tőle valószínű. Hát, nincs itt semmi probléma, így van. Kis butucska még, ugye máshol volt, de nem is magyarázkodok. Kész. Mennek szépen, hál' Isten. Át kell hidalni a dolgokat. Tehát előre menjünk minden nap egy picit. Nem akarok én, nem tudom mit, hogy majd száguldozon ez erre. Nem. Na, ez a 3, oké? Most még izgulok itt Julcsiért. Kicserét ló. A szószoros értelmében ez a Tama így ló mögött. De hát már akarom, már múlt héten is. Hát én, na, a körülmények, ahogy adják, sajnos kénytelen az ember úgy alkalmazkodni. Már rég ez kellett volna. Többször kijöhet kétszer is. Miss Joyce-om, 800 euróért vettem. Mondom, jó lesz a gyerekeknek a homokozóba játszani, nem válik be. Aha, derbi 3., alagidéi 3., köztársasági dénynyerő meg sorolhatnám. Jó van, fönn van a kicsi. Ügyes vagy. Jó van, drágám. Ez az, látod, kicserét ló? Hagyd menjen, enged! Ó, azt mondja, anyám! Bírom ezt a Julcsit is különben nagyon. Hát de mindenki szerintem. Ha! Na, jó, megnyugszik a lelkem, még ott van egy cilu, egy szürke kanca, és benne a Dankus, amit nem látott, tehát ezt a kettőt. A többit így nyomon követtem, remélhetőleg minden oké. Okay. Ezt szeretem, amikor flottul mennek a dolgok, és amit rögtönzök,
bebizonyosodik magamnak, hogy nem vagyok hülye. Tudom, hogy mit szeretnék, mit akarok. És pillanatok alatt meg is oldottuk, és ég és földök dolgok. Ez van, kész. Na, örülök, kész, itt még hibim. Kis penge is bealakul, kap egy kis árpa, zabocska. Samikát majd kimen, azt sem mondom, hogy napozni fognak ma a padikba. Hát még jön a másik, így van a tip-top. Azt sem mondom, hogy napozni fognak, mert nincs szép idő, nincs jó idő, hideg van.